Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő! Halleluja! Isten népe, ébresztő! Isten áldjon meg benneteket ezen a csodálatos reggelen. Nincs is fantasztikusabb dolog, mint hogy Isten igével kezdjük a reggelt. Amen. Isten igéje behatol a szellemünkbe, és egy teljesen más fajta napod lesz, mint hogyha nem Isten igéjével kezdenéd. Ez olyan, mint a legerősebb multivitamin, amit te bevehetnél, és még annál is sokkal erősebb. Mert amikor Isten igéje behatol a te szellemedbe, megváltoztatja az életedet, egy teljesen más emberként jössz ki. Amen. Bemész az ige elé, mint cica, és kijössz, mint oroszlán. Amen. És hiába fog veled próbálkozni, sátán. Isten ígéjét diadalmat arat a te életedbe. Amen. Atyám, így köszönjük a mai napon is a te beszédedet, köszönjük a te igazságodat, köszönjük, Atyám, hogy ez valóság a mi életünkben, és ez nyilvánvalóval vált a mi életünkben, és Atyám, ezért hálát adunk neked, és köszönöm neked, Atyám, hogy te, te vagy az, aki újjá szültél minket, és befogadtál minket ebbe a családba. Köszönöm, hogy trónörökösök lehetünk. Köszönöm, Atyám, azt, hogy, hogy örökbe fogadtál bennünket hogy már nem kell árváknak lennünk és kóborolnunk. Köszönöm neked, Szent Szelem, hogy a mai napon is te tanítasz minket a te igéd alapján. Így legyen felelmelve, Atyám, ezen a mai reggelen nevet. Így adunk neked oda minden tiszteletet, minden hódolatot és minden imádatot és minden dicsőséget az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. A mai üzenetnek a címe az igazság vonzása. Az Ézsaiás 45-24-ből olvasom Isten igéjét. Csak az Úrban van, így szólnak felőlem, minden igazság és erő, ő hozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, akik rá haragúznak. Szépsége és vonzereje van az életednek, mert Isten igazsága vagy. Amikor igazságban jársz, az emberek hozzát fognak jönni, hogy hallják Isten igéjét, hogy vegyenek az életedből és az igazság természetéből, ami benned van. Ez arra emlékeztet, amit Ézsaiás próféta mondott az Ézsaiás 63-ban. És népek jönnek a világosságothoz, és királyok a neked feltámadt fényességhez. Az igazság vonz. Hozzád vonzza azokat az embereket, akik meg akarják ismerni a te Istenedet, és szolgálni akarják őt. Hála legyen az Istennek, hogy ez az igazság nem olyas valami, aminek a megszerzéséért küzdenünk kell. Ez Isten áldása és ajándéka Krisztusban. Az igazság ajándéka aktiválva lett, és valóságá vált az életedben abban a pillanatban, amikor újjá születél. Amen. Felolvasom még egyszer ezt a mondatot, ez nagyon fontos. Az igazság ajándéka aktiválva lett, és valóságá vált az életedben abban a pillanatban, amikor újjászülettél. Ezért jelents ki mindig, hogy Isten igazsága a tiéd. Ez ami az fontos, amit az alapigényben olvasunk, így szól, csak az urban van, így szólnak felőlem minden igazság és erő. Amint megteszed ezt a megvallást, azt veszed majd észre, hogy az igazság még több gyümölcsét termed meg, és az igazság még nagyobb cselekedeteit hajtod végre. Jézus azt mondta János 15.16-ban, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Arra hivattál a lényelek nyerésben, és mások Krisztushoz vezetésében, hogy maradandó gyümölcsöt teremje. Halleluja! Ez Isten igazságának a munkája az életedben. Amen! Nagyon-nagyon fontos az, az, hogy amikor újjászülettél, Isten igazsága aktiválva lett az a szellemedben, aktiválva lett az életedben. És ezért már neked nem kell küzdened. Nagyon sokan próbálják azt elérni, hogy ők igazak legyenek. Hogy ők szentek legyenek. Ez Jézus Krisztusnak a, az eredménye és a munkája. Neked ezért már nem kell semmit tenned. Nem is tudnád kiérdemelni, nem is tudnánk kérdemelni soha. De ezt Jézus elvégezte, és ez a miénk. És ami nagyon fontos az az, hogy, hogy ez az igazság, Istenek az igazság, amikor megnyilvánul, az oda vonza az embereket. Ez a kegyelem, ez az erő, Istennek az igéje, Istennek az igazsága, amikor megnyilvánul az életedben és teste tölt benned, azt látod, hogy amikor Jézus képviselte Istennek az igazságát, egyszerűen gyűltek hozzá az emberek. Mint amikor a mézre szállnak oda a méhek. Mert Istennek az igazsága két lábon járó emberi formát öltött. Azt mondja Istennek az igéje, hogy az ige testé lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét. Amen! És amikor Isten igazsága megnyilvánult ezen a földön, azt láttad, hogy jönnek az emberek is, jönnek és jönnek és jönnek. Ugyanígy, amikor te is képviseled Krisztust, képviseled Istennek az igazságát, ugyanígy vonza, ezt a, vonza az embereket. Bármikor, amikor Isten igazságát képviseled. Az a legjobb, hogyha a nap 0, 24 órájában van, a nap minden órájában. De amikor képvisel Isten igazságát, akkor ez nyilvánvaló a világ számára. Mert neked több van, mint nekik. Több van. Ugyanúgy éhezik minden ember Istenek az igazságára. Az emberi szellem. Ugye, mielőtt nem születünk újjá, azelőtt benne van tartva abba a rothandóságba, bele van kényszerítve ebbe a fizikális testi síkba és a bűnös természetbe. De van vágyódása ennek az emberi szellemnek arra, hogy találkozon Isten igazságával. Találkozon a természet fölöttivel. És amikor te képviseled Istennek az igazságát, nem is tudják az emberek, hogy miért, de jönnek, és jönnek, és jönnek. És akarják megkapni azt, ami te benned van. Nem is tudják azt fizikálisan sokszor, hogy miért akarják azt, ami neked van. Sokszor azt se tudják, hogy mi az, amire szükségük van. Mert az ő értelmük még nincsen, nem, nem ismerik Istenek az igazságát. De te benned ott van, és vonz -e ez őket. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mi bátran és nyilvánvaló módon képviseljük Istennek az igazságát. Hogy az emberek tudjanak bejönni Istennek a királyságába. Amen. Nagyon-nagyon fontos az az, hogy te, amikor Isten igazságaként megjelensz, ott megjelenik Istennek a királysága mert te a sátának a birodalmából át helyezve Isten, Isten szerelmes fiának az ő dicsőséges királyságába. És amikor te kilépsz valahova, és kimész valahova, és képviseled Istenek az igazságát, Istenek a királysága megjelenik. A kérdés az az, hogy képviseled-e Isten igazságát annyira, hogy behozd ezeket az embereket Isten királyságába. És ez a mi feladatunk az utolsó időben hogy képviseljük Istenek az igazságát, Istenek az igéjét, az evangéliumnak az üzenetét. Amen. Hogy az emberek be tudjanak jönni a királyságba. Hogy az emberek tudjanak újjászületni. Tudjanak meggyógyulni, tudjanak helyreállni, és ők maguk is tudják szolgálni Istent. És kedves drága testvérem, Isten ezt rajtad keresztül végzi el. Amen. Isten rajtad keresztül akar behozni embereket. És amikor te automatikusan képviseled Istenek az igazságát, sokszor erőfeszítések nélkül bejönnek emberek rajtad keresztül. Mert oda vonzod őket Istenhez. Mert megnyilvánul rajtad Istenek a dicsősége. És erre nekik szükségük van. Hát persze, hogy szükségük van. Minden bűnös természetű embernek, aki még nem született újjá, szüksége van Istenek a jelenlétére. Hiszen az ember úgy lett teremtve, hogy Istennel közösségbe éljen. Az a nem természetes állapot, hogy valakinek még bűnös a, a az élete, az ő, az ő szellemi állapota. Az a természetes állapot, amikor valaki Isten jelenlétében van. Az a nem természetes, ha valaki el van választva Isten jelenlététől a bűn miatt. És pontosan ezért, amikor te Isten jelenlétét és az ő igazságát képviseled és kimész, és ez megnyilvánul rajtad keresztül, akkor az emberek természetes úton vágyódnak erre. És bevonzod őket. Behúzod őket. Istenek a királyságába. Amen. Istenek a jelenlétébe. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt tudjad magadról, hogy ezáltal bátran tud képviselni Istenek az igazságát. Neked nem kell szégyenkezned. Nem kell szégyenkezned azért, hogy te keresztény vagy. Például, amikor megkérdezték tőlünk hittanórán, hogy ki az, aki egyetért a házasság előtti szexualitással, ami paráznaság és bűn Isten igény alapján, még középiskolában történt ez velem, akkor csak ketten emeltük a kezünket. És amikor ezt képviseltük bátran, Istennek az igazságát. Olyan dolog történt velem például az osztálytársaim körében, hogy nem az, hogy még jobban elutasítottak és kiközösítettek engem, tudták, hogy más vagyok. És elkezdtek engem tisztelni azért, mert képviseltem Istenek az igazságát. Hiába nem értettek vele egyet, mert a legtöbbjük már akkor paláznaságban élt. Hiába nem értettek egyet Istenek az igazságával és a szentséggel, amit képviseltem, és az én egyik osztálytársam, ketten voltunk, mégis elkezdtek tisztelni azért, és hallgatni egyre inkább az én szavamra, csak azért, mert kiálltam, és képviseltem Istennek az igazságát. És te is, amikor az életedben bármilyen cselekedeteddel, vagy a te beszédeddel képviseled Istennek az igazságát, hidd el, hogy ez nem taszító a környezeted számára pontosan ez az, ami bevonza az embereket. Mert látják rajtad, hogy más vagy. Hogy neked van több. Hogy te nem ahhoz igazodsz, amihez a világ igazodik. Hanem te egy sokkal magasabb rendű jogviszonyrendszered van. Ami nem földi rendszer, nem romlandó rendszer, hanem mennyei rendszer. És ezért bátorítelek téged, hogy bátran képviseld Istenek az igéjét az életed minden területén. Amen. És így fogjuk most közösen elmondani a megvallást. Mondjátok utána, áldott legyen az Isten, aki gyümölcsözővé és termékenyé tett engem a léleknyerésben, és minden az ő benne lakozó élete és természete miatt. Férfiak és nők jönnek hozzám Isten dicsősége miatt, ami bennem van, Rajtam keresztül az evangélium eljut mindenkihez a környezetemben. A Jézus nevében. Amen. Amen. Ez legyen valóságát a te életedben, hogy rajtad keresztül eljut az evangélium. Minden környezetedben élő emberhez. És a benned rejlő dicsőség, Istennek a dicsőség, ami ott van benned ez pedig bevonza az embereket. Így kívánok nektek egy csodálatos, dicsőségteljes, szent szellemmel teljes áldott napot, és várunk benneteket szeretettel holnap is. Isten áldjon titeket! Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő!